Jó estét kívánok, köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Zemplén Televízió hírműsorát, a hírhét adását látják, legfontosabb híreinkkel kezdünk. 2 milliárdból új gát épül, Sátoraljaújhely hamarosan a Bodrog felől is védve lesz. 10 éve lett világörökség Tokaj-hegy alja, fejlesztés politikai konferenciával és borlovagrendi nappal ünnepeltek Sárospatakon. Zempléni tekerentyű, több százan pattantak nyerekbe az első Sárospatak-Baskó között megrendezett civil kezdeményezésű kerékpártúrán. Nem csak a Ronyvapatak, hanem hamarosan a Bodrog folyó áradásaitól is védve lesz Sátoraljaújhely egy új gátrendszernek köszönhetően. A töltés megépítésére 2 milliárd forintot nyert az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság. Ez a gát a város déli, mélyebben fekvő részét védi majd a Bodrog folyó áradásától. A töltéssel a város már minden oldalról védve lesz komolyabb áradások esetén is. A Sátoraljaújhely déli részén élőket többször fenyegette már árvíz a Bodrog gyakori áradása miatt. A város ipari területén lévő gyárak létesítmények miatt nagyon fontos volt, hogy az úgynevezett ronyvazuk védelmére is forrást találjon a város. Az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság 2 milliárd forintot nyert a beruházásra, így legkorábban tavasszal elindulhat a töltés építése ezen a szakaszon. A nyertes pályázatról a városnapi ünnepségen tájékoztatta híradónkat a város polgármestere. Ezzel a munkával, ami valószínűleg a jövő évben indulhat el, a város minden oldalról bevédésre kerül, és elhárulnak az árvízi veszélyek. Ez egy óriási siker és egy óriási eredmény, és itt szeretném megköszönni az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóságának, igazgatóréknak azt a munkáját, amivel is tápolták, megírták és végig lobbizták a pályázatot, mert nélkülük ez biztos, hogy nem sikerülhetett volna. Az elmúlt héten adtunk hírt arról, hogy az önkormányzat beruházásában befejeződött a ronyvatöltés megerősítése, az árapasztó gátját pedig már tavasszal átadták. A ronyvazúk területeit a Bodrog folyótól védi majd az új, magasabb töltés. Az építés a közbeszerzési eljárás után leghamarabb tavasszal indulhat el. Az új töltésrendszerrel az ipari park bővítésének sem áll az útjába semmi, tette hozzá a polgármester. A Tokaj-hegy aljával kapcsolatos legfontosabb fejlesztési és örökségvédelmi kérdésekről kaphattak tájékoztatást az érdeklődők azon a konferencián, amelyet annak apropóján rendeztek meg, hogy a borvidék 10 évvel ezelőtt kapott világörökségi címet. A tanácskozáson bemutatták az elmúlt években a LEADER program segítségével megvalósult beruházásokat, de szó esett a borvidék örökségvédelmével kapcsolatos lehetőségekről és feladatokról is. 10 évvel ezelőtt nyerte el a Tokaj-hegy aljai borvidék a világörökségi címet a kultúrtáj kategóriában. A Sárospataki Örökségvédelmi és Vidékfejlesztési Konferenciával többek között erről az évfordulóról emlékeztek meg. A találkozó azonban igen időszerű volt, hiszen a közelmúlt jogszabályi változásai számos tennivalót követelnek az itteni cégektől, önkormányzatoktól. Az elmúlt években uniós támogatással, többek között a LEADER programnak köszönhetően számos fejlesztés is történt a térségben. 55 település tartozik a Vidékfejlesztési Egyesület területéhez. Erre a területre 2,8 milliárd forint volt allokálva erre a 7 éves fejlesztési szakaszra. Ebből 2,2 milliárd forint már kipályázott és lekötött összeg. Ennek révén létrejött több mint 114 a munkahely, és megőrződött több mint 700 munkahely. Számos közterület és templom is megújult, és több mint 40 rendezvény valósulhatott meg a program segítségével. Például Hercegkúton így újult meg a templom, az iskola és a művelődési ház. Azok a fejlesztések, amit az UMVP-s pályázatok keretében meg tudtunk valósítani az elmúlt években Hercegkúton, nagy mértékben hozzájárultak nem csak a településképhez, hanem hozzájárultak az ott élő emberek a mindennapjainak a megéléséhez is. Az év hátra levő részében még számos pályázat nyílik meg vidékfejlesztési célokra. Erről már V. Németh Zsolt, a Vidékfejlesztési Minisztérium vidékfejlesztésért felelős államtitkára adott tájékoztatást.
agrártermelők számára, és főleg a kicsik számára, a legkisebbek számára, például a GazdaNet lehetősége, ahol számítógépes hardware beszerzésére van lehetőség, akár laptop, akár asztali számítógép beszerzésére. Ez egy folyamatos pályázat nyitva levő még, és hát elég jelentős 3,5 milliárdos forrás áll rendelkezésre. A LEADER programon belül hamarosan örökségmegőrzésre is lehet pályázni. A falu megújítása és falufejlesztésre 8 milliárd forint a keretösszeg. Azokat a pályázatokat részesítik majd előnyben, amelyek valóban a helyi fejlesztést, a turizmust, a gazdaság élénkítését szolgálják. Kerékpár és gördeszka pályák építésére is lehet pályázni, de új piacok létesítésére és a régi meglévő piacterek felújítására és újranyitására is lesz pénz. Az Egyesületünknek ez az egyik legfontosabb célkitűzése, hogy hozzásegítse a vállalkozókat, a szolgáltatókat ahhoz, hogy megtalálják ezeket a pályázati lehetőségeket. Természetesen ez egyéni helyzetektől függ, hogy ki mennyire tudja kihasználni az általános kiírásokat. A Tokaj-hegyaljai borvidék 10 éve nyerte el a világörökségi címet. Ez számos lehetőséget rejt magában. Többek között azt, hogy a borvidék kiemelkedjen Magyarország több ezer vidéke közül, fogalmazott dr. Hörcsik Richárd a konferencián. Lássák azt a döntéshozók, hogy ezt a térséget is igenis érdemes fejleszteni, mert világöröksége vagyunk, olyan része a magyar nemzetnek az épített örökség, a szellemörökség kapcsán, ami arra érdemes, hogy fejlesszék. A tanácskozáson számba vették azokat a lehetőségeket, melyek kapcsolódnak a világörökségi címhez, de magukban hordozzák a borvidék fejlődését is. A tokaji borvidékről olyan egyedi, sajátos borokat kell készíteni, amire az adottságaink megvannak, és a világ bármelyik pontján megállják a helyüket. Minél több emberi munkát kell beletenni, az itt élő emberek tudását, munkáját kell beletenni, és ezzel biztosítani fogjuk tudni, hogy az itt élő emberek meg tudjanak élni. Az előadásokat követően a konferencia résztvevői egy ötállomásos study touron vettek részt, melyen megismerkedhettek a fejlesztésekkel, illetve a helyi termékekkel. Első rendezvényét tartotta a Sárospataki Rákóczi várban a megújult tokaji borlovagrend. Az érdeklődők előadást hallhattak a több évszázados pincék értékeiről, bemutatták Zelenák István a Tokaji Asszú Titkai című könyvét. Emellett a vár gótikus kápolnájában megnyílt a Tokaji borkészítés több száz éves története című kiállítás. Az esemény a Tokaj-hegyalja világörökségé választásának 10. évfordulójára rendezett örökségvédelem és vidékfejlesztés konferencia programjához kapcsolódott. Európában a középkor óta működnek borlovagrendek, amelyek a lovagi erények gyakorlásával a bor kultuszának és egy-egy borvidék hagyományának ápolását tűzték ki célul. A tokaji borlovagrend a 80-as években alakult, majd sokáig a Tokaj Reneszánsz Egyesület szárnyai alatt működött. A szervezet idén új alapokra helyezte működését, és egyben egy új egyesület alakult, Tokaji Borlovagrend néven. A szervezetnek a bemutatkozó rendezvénye zajlott Sárospatakon. A szakmaiság mindig az alap, tehát azt, hogy valamit akarunk, újat akarunk, mást, olyat, ami a természeti adottságokra alapoz, ami a hagyományokra alapoz, ami az embereknek az akaratára és a táj és a föld szeretetére alapoz, és ezt próbáljuk átadni azoknak, akik nem feltétlen ezzel élnek, csak mint végtermékével a borral. A borlovagrend alapító tagjai nagyrészt tokaji bortermelők. Céljuk, hogy a teljes borvidéket egységesen képviseljék Magyarországon és a világban. A borlovagrend azt tudja nagyon jól megmutatni és szimbolizálni, hogy a tokaji bor mögött egy komoly kultúra, történelem, az itt élő emberek múltja, a felhalmozott értékei jelennek meg, és ez azért fontos számunkra, mert erre viszont tudjuk építeni a jövőt. Tokaj-hegyalja pincéi legalább akkora értéket képviselnek, mint az itt készített borok, hiszen a föld alatti járatok klímája, mikrobiológiája nagymértékben hozzájárul a bor minőségéhez. A pincék geológiai adottságait, építészeti, műszaki megoldásait azonban kevesen ismerik. Müller István előadásával a szakmai közvélemény figyelmét szerette volna ráirányítani a föld alatti értékekre. Ezek az értékek
egyrészt ugye sötétben vannak, a pincék be vannak zárva, nehezebb fölismerni, mint egy felszíni értéket, és ezért van az, hogy 100-150 éves felszíni épületek műemlékként szerepelnek, és 3-500 éves pincékről nem is tudjuk, hogy annyi idősek. A tokaji asszuk készítéséről már számos könyv és tanulmány jelent meg. Zelenák István azonban arra vállalkozott, hogy tovább kutatja az asszuk készítés titkát, és a megszerzett tudást könyv formájában megosztja a nagy közönséggel. Fontos ez, hogy minden évtizedben legyen közülünk olyan történész, történelemtanár, helytörténész, aki folyamatosan foglalkozik Tokaj hegyaljával, Tokaj hegyalja történetével, az asszúval, az asszúkészítés történetével. Mert ez valóban felette nagy titok, nem csak a házasság, hanem a tokaji asszú is. Szintén a tokaji borkészítés több évszázados történetét mutatja be az a kiállítás, amely a borlovagrendi konferencia részeként a Sárospataki vár gótikus kőtárában nyílt meg. Több helyszínen várták a közönséget a Sátoraljaújhelyi Városnapi ünnepségen. A rendezvények között gumikerekű kisvonat szállította a közönséget, az egyes állomásokon pedig más-más volt a műsor. A Városnapjával egy időben zajlott a Nemzetközi Kórusfesztivál, amelyen bemutatkozott egy olyan énekkar is, amely 7 város énekeseiből szerveződött. A Városi Kiváltságlevelet 1261. szeptember 24-én írta alá 5. István ifjabb király, így ez a nap tekinthető a város születésnapjának, amelyet az önkormányzat minden évben az ehhez legközelebbi hétvégén ünnepel. Így kapcsolódtak össze a programok a Sátoraljaújhelyi Városnapi ünnepségen. A kórusfesztivál résztvevői énekeltek a városnéző kisvonat utasainak. Az idén 751 éves Sátoraljaújhely születésnapján több programmal ünnepeltek. A szombati városi megemlékezés az 5. István szobornál kezdődött, ahol Gubala Róbert római katolikus esperes plébános mondott beszédet. István hercegsége nem csak Erdélyre terjedt ki, hanem több észak-kelet magyarországi megyékre is, így városunkra is. 1261-ben a városnak adott privilégium az egyik legkorábbi magyarországi városi kiváltságlevél. Ez az alapító levél olyan kiváltságokat adott az új helyeknek, amit a korabeli nyelven szabadságnak neveztek. A szabadság kiváltságot, előjogot, privilégiumot jelentett, ez különböztette meg a sátoraljaújhelyeket, egyáltalán a hospeszeket a társadalmi környezetüktől a többi lakótól. A piarista templom előtti téren a város vezetői, az általános és középiskolák, valamint a civil szervezetek képviselői koszorúzták meg a városalapító 5. István király szobrát. Az ünnepi programok ideje alatt gumikerekű kisvonatok jártak egész nap a városban. A vasútállomás és a kalandpark között közlekedő vonatok egyben városismereti járatok is voltak. Egy-egy állomáson idegenvezetők hívták fel az utasok figyelmét Sátoraljaújhely nevezetességeire. Még nem mentünk így ilyen lassan végig a városon, hát mondom, kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. És hát azért tulajdonképpen azért jöttünk. Végignézzük a nevezetességeket, hallunk ugye információkat is róla, amit mellett eddig ugye elszaladt az ember, meg nem is nagyon olvasgattuk végig. A városnapi programot a rendezvénytéri díszünnepség zárta. Szamosvölgyi Péter polgármester beszédében utalt arra, hogy az elmúlt évek fejlesztése mellett a legfontosabb cél a munkahelyteremtés. Tudjuk, mi a feladatunk. Munkahelyekre van szükségünk, nekünk is és egyébként a térségnek is. Munkaszerető, szorgalmas, törvénytisztelő, rendszerető emberekre. Ezt meg is követeljük, de ehhez mindenkinek a segítségre szükségünk van. Szükségünk van arra, hogy amit nagyapáink, apáink, vagy mi létrehoztunk, vagy létrehozunk, azt meg is óvjuk. Hagyományosan a díszünnepségen adták át a város közmegbecsülés díját. Idén ezt a kitüntetést Molnár György kapta. A nyugdíjas építészmérnök a 2010-es árvízi védekezésben segítette a város munkáját. Ilyenkor adják át a Bodapárról elnevezett városi sportdíjat is. Ezt az elismerést Károlyfalvi István kapta.
A labdarúgó játékvezető máig aktívan részt vesz a sátoraljaújhelyi futballéletben, segíti, támogatja fiatalabb kollégáit. A díszünnepséget a Kazinczy Ferenc Általános Iskola társas táncosainak fellépése zárta. Városnapjával párhuzamosan zajlott a 6. Nemzetközi Kórusfesztivál is Sátoraljaújhelyen. Az Intervox női kar meghívására közel 10 énekkar érkezett a városba. Az énekes seregszemle egyben minősítő program is volt. A fesztiválon először szerepelt a Musica vegyes kórus, melynek különlegessége, hogy az ország különböző városainak énekkaraiból vesznek részt benne a tagok. Van egy olyan énekkar, amely most alakult egy pár hónapja, és ők is részt vesznek ezen a minősítőn. Az ország különböző városaiból egy-egy személy, három személy, és így alakult a kórus, aminek reméljük jövője lesz. Nem találkozunk rendszeresen, csak bizonyos időközökben. Záhonyból a Főnix kórus először volt a fesztivál szereplője. A sikeres, többszörösen minősített énekkar vezetője szerint egy-egy ilyen találkozón sokat lehet tanulni a többi énekkartól. Így tudjuk bemérni magunkat, hogy mennyit érünk, hogy mi az, amit már el tudtunk, vagy fel tudtunk mutatni, és mi az, ami még hátra van, mind kell javítani, esetleg melyek azok a művek, amelyet még meg kellene tanulni. A fesztivál szereplői a hangverseny végén egy közösen előadott kórusművel búcsúztak a közönségtől. Több mint 200-an pattantak nyerekbe a hétvégén, hogy részt vegyenek az első zempléni tekerentyű elnevezésű kerékpáros túrán. A vállalkozókedvűek erejükhöz mérten Sárospatak és Baskó között három távon 26, 62 és 120 kilométeren át kerekezhettek együtt. A biciklis találkozót az Európai Autómentes Nap apropóján rendezte egy baráti társaság, akiknek szorgos szervező munkájával sikerült a térség önkormányzatait és iskoláit is megszólítani. Így nem csak a fanatikus kerékpározók, hanem a 6-7 éves gyerekektől a 70-es korosztályig szinte minden településen sokan csatlakoztak a kerekező karavánhoz. Az Európai Autómentes Nap jegyében első ízben rendezték meg a zempléni tekerentyű elnevezésű kerékpártúrát. A Sárospataki Árpád vezér gimnázium elől startolt el a mezőny, és legközelebbi állomásig Sátoraljaújhelyig meg sem álltak. Aros János polgármester indította útnak a versenyzőket, és köszönte meg a helyi sportbarátoknak a hagyományteremtő rendezvény elindítását. Sárospatakváros képviselő testülete nevében köszönöm a részvételét mindenkinek, és köszöntöm Önöket ezen a mai gyönyörű szép reggelen, ahogy Sipos tanár úr mondta annak idején az iskola kertben, ősz időszakán tipikus atléta idő van. Látható, hogy a szervezők erről is gondoskodtak, hiszen néhány nappal ezelőtt még szakadt az eső. Tegnap reggel néhány helyen már mínuszokat mértek, ma pedig gyönyörű időre számíthatunk. A szervezők a rendezvény sorozattal a társadalom környezettudatosságát kívánják erősíteni. A túrával a megnövekedett autóforgalom okozta környezeti, baleseti és városképi problémákra, a kerékpáros közlekedés előnyeire és a Tokaj-hegyalja kultúrtáj értékeire szerették volna felhívni a figyelmet, valamint a környezet és emberbarát városi közlekedés előnyeit, a testmozgás ezen formájának népszerűsítését is célul tűzték ki a rendezvény megálmodói. Már régóta fogalmazódott néhány embernek a gondolatában, de most értünk el odáig, hogy elnökasszony és a Gönczi ellátóközpontnak a vezetője nem csak beszélgetett róla, hanem tudomásom szerint végig is tekerték, megnézték az útvonalat, teljesíthetőnek vélték, és most pedig bátran ajánlják mindenkinek. Azzal a nem titkolt szándékkal, hogy évről évre megrendezik ezt a rendezvényt, és látható, hogy most is nem csak sárospatakiak, nem csak baskóiak vannak jelen, hanem útközben nagyon sokan fognak csatlakozni, és tekerik végig ezt a távot. A tervek szerint ezen túl minden évben megtartják a tekerentyűt, és egyre több biciklishez jut majd el a híre, akik csatlakoznak a mostaniakhoz.
A legkitartóbbak akár egészen Baskóig tekerhettek, ahol vacsorával és szállással várták a résztvevőket, hogy aztán másnap visszainduljanak. Előbb azonban még Sátoraljaújhely, majd Pálháza következett, ahol újabb biciklisták csatlakoztak a már amúgy sem kis csapathoz. Mintegy 100 kerékpáros gyülekezett szombaton kora reggel a Sárospataki Árpád vezér gimnázium előtt, hogy nekivágjanak a Baskóig tartó biciklizésnek. A teljes 120 kilométert persze csak néhányan vállalták be, de nem is ez volt a cél. Mindenki akkora távot biciklizhetett, amekkorára az erejéből futotta. A lényeg az volt, hogy ne üljön autóba és mozogjon a szabad levegőn. Örülök annak, hogy nagyon sok gyerek csatlakozik hozzánk, és számukra is tudatosítjuk azt, milyen fontos a környezettudatos magatartás, a környezettudatos közlekedési forma megválasztása és természetesen az egészséges életmód. A túrával az autóforgalom okozta környezeti, baleseti és városképi problémákra, a kerékpáros közlekedés előnyeire és a Tokaj hegyaljai kultúrtáj értékeire szerették volna felhívni a figyelmet a szervezők. Emellett a környezet és emberbarát városi közlekedés előnyeit, a testmozgás népszerűsítését is célul tűzték ki a rendezvény megálmodói. A túrán nagyon sok gyerek indult, hosszabb, rövidebb távokat bevállalva. A fiatalok egy részének ugyanis ma sem kérdés, hogyha van rá ideje, sportoljon-e. Én nagyon szeretek sportolni, mozogni, kikapcsol, és hát amikor tehetem az iskolába is biciklivel megyek, amikor az idő engedi, illetve anyával szoktam menni biciklitúrákra, így Újhely-Patak között. Még bírjuk! Az első állomás Sátoraljaújhely volt, ahol csaknem újabb 100 kerékpáros csatlakozott a túrához. A székelykapunál vidáman köszöntötték egymást a résztvevők. Marika, te meddig mész? Mit kérdeztél? Meddig mész? Szinte minden Sátoraljaújhelyi iskolából érkeztek diákok, az itteni testnevelők heteken át segítették a szervezők munkáját, hogy minél többen csatlakozzanak a megmozduláshoz. A kerékpár egy nagyon jó közlekedési eszköz, és igyekszünk rávenni a diákjainkat, hogy minél többen, minél nagyobb számban használják ezt a remek eszközt. A városon áthaladó több száz kerékpáros igazi látványosság számba ment. A Városligetben egy rövid BMX bemutatót követően a résztvevők megemlékeztek Kocsi Zoltánról, aki a közelmúltban fiatalon vesztette életét hegyi kerékpározás közben. És így a kezetekkel állítójától. A csaknem 200 fősre duzzadt kerékpáros csapat ezután tovább indult Pálháza felé. A túra közben többször volt szükség a szervízautóra, a láncleesés és a fék problémák mellett olyan is volt, akinek gumit kellett foltozni, hogy tovább mehessen. A legkitartóbbak akár egészen Baskóig tekerhettek, ahol vacsorával és szállással várták őket, hogy aztán másnap visszainduljanak. A szervezők azt tervezik, hogy ezentúl minden éven megrendezik a tekerentyűt, és azt remélik, egyre több biciklishez jut el a híre, akik csatlakoznak majd a túrához. És most nézzük főbb híreinket még egyszer, egy-egy mondatban. 2 milliárdból új gát épül, Sátoraljaújhely hamarosan a Bodrog felől is védve lesz. 10 éve lett világörökség Tokaj-hegyalja, fejlesztéspolitikai konferenciával és borlovagrendi nappal ünnepeltek Sárospatakon. Zempléni tekerentyű, több százan pattantak nyerekbe az első Sárospatak-Baskó között megrendezett civil kezdeményezésű kerékpártúrán. Kedves nézőink, Önök a Zemplén Televízió híradóját látták. Híreinket megtekinthetik a www.zemplentv.hu internetes oldalon is. Ha kérdésük, véleményük, témajavaslatuk van, keressenek minket a zemplentv@internetker.hu e-mail címen, vagy a 322-744-es telefonszámon. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!